Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 6 egyéni választókerületében fideszes győzelem született az április 8-ai választáson. Komoly szakmai próbatételt jelentett a bizottságok számára, hogy rekordszámú 71% fölötti részvételi arányt kellett koordinálniuk. A nyíregyháziak az egyes választókerületben Szabó Tündére, a kettesben pedig Vinnai Győzőre voksoltak a legtöbbet. A két képviselőjelölt kedd délután vehette át megbízó levelét a városházán. Az eredmény jogerőssé vált, ezért a képviselők, megválasztott képviselők átvehették a megbízó levelüket, a mandátumukat. Ez azt jelenti, hogy innentől hivatalosan dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző képviseli Nyíregyházát, illetve a Nyíregyházahoz tartozó választási szempontból ide tartozó 20 települést a következő május 8-án alakuló parlamentben. Ez azt jelenti, hogy a egyéni választókerületben a 199 képviselő között fognak dolgozni. Az egyes számú választókerületben szoros volt az eredmény. Szabó Tünde valamivel több, mint 40%-kal utasította maga mögé a közel 33%-os MSZP-s Csabai Lászlónét és az alig 20%-os Jobbikos Lengyel Mátét. Érmeket már hoztam Nyíregyházának, most a tudásomat hoztam, és hozom, és közvetlenül fogom tudni képviselni az itt élőket, a fiatalokat, a családokat, az idősebb korosztályt. Nagyon fontos, hogy mindenkinek a célját és a kéréseit tudjuk teljesíteni, hogy az életüket meg tudjuk szépíteni vagy javítani. Ezen voltunk ezt megelőzően is, hiszen 2010 óta óriási fejlődéseken ment keresztül a város, és ez szerintem mindenki érzékelte. Nyíregyháza nyugati részén és a hozzátartozó 20 településen, vagyis a kettes számú választókerületben nem volt ennyire szoros az eredmény. Vinnai Győző közel 48%-ot kapott, őt követte a Jobbikos Fülöp Erik 35%-kal, harmadik helyen pedig a DK-s Helmeci László végzett 10,5%-kal. Ez azt jelenti számomra, hogy még keményebben kell dolgozni, még inkább föl kell vállalni a problémákat, hiszen én azt gondolom, hogy az emberek a biztonságos jövőre és arra szavaztak, hogy ezek az elért gazdasági eredmények tovább folytatódhassanak. Itt Nyíregyházán és környékén mindenek előtt a munkahelyteremtést, szeretnénk a teljes foglalkoztatottságot elérni, és ebben a megyében ennek nagyon nagy jelentősége van. Másfelől az utak állapota, a közlekedési infrastruktúra, a közösségi közlekedés fejlesztése nagyon sok embert a mindennapokban érint, ezt sokan megfogalmazták számomra. Itt Nyíregyháza polgármesterével is már beszéltünk erről, hiszen Nyíregyháza maga is kiemelt feladatnak tekinti a közlekedési infrastruktúra javítását. A harmadik pedig, hogy Nyíregyháza és a környező települések is fontosnak tartják az oktatást, hogy kiváló ismereteket kapjanak azok a diákok, akik itt szeretnének maradni Nyíregyházán és a környéken. A két képviselő az új kormányban kezdheti majd meg a munkát, amely 2018. május 8-án alakul meg.